Hárman kapták meg az év szakdolgozója elismerést a Magyar Ápolók Napja alkalmából a Békés megyei Központi Kórház Pándi Kálmán tagkórházában. Hát tudjuk azt, hogy a Szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna, amilyen áldozatos tevékenységet folytatott annak érdekében, a Szabadságharc sérültjeit országosan összefogja, megteremtette az ápolás alapjait, és kialakult a 200 éve az az ápolási hozzáállás, az a morál, és attól kezdve az ápolás egy hivatássá vált. Becsei László főigazgató főorvos felidézte Kossuth Zsuzsanna alakját, aki elsőként hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a világ figyelmét. Nem mellesleg ő szervezte meg az 1848-49-es szabadságharc idején a legelső katonakórházakat. Az évszak dolgozója címet elsőként Szelezsán Némelis Marian kapta meg. Ő 1987-ben kezdte pályafutását, munkáját mindig nagy szeretettel, lelkiismeretesen végezte. Példaértékű, ahogy kollégáit és a betegeket segíti. Gyulai Pándi Kálmán kórházba kezdtem én körülbelül 32-35 évvel ezelőtt a pályafutásomat, mint segédápoló. Azóta elvégeztem számos képzést, főiskolát, és azóta jelenleg a Covid helyzet miatt a fertőző osztályon dolgozom. Hát ez a több mint 30 évi összetett munkának az eredménye, ez a végül is a munkám megkoronázása, de ez nem csak nekem köszönhető, hanem a kolléganőimnek, a főnökeimnek, akik elismerték, és a betegeknek. Dombi Bundik Zsuzsanna 2008-ban szerzett ápolói végzettséget, a neurológia stroke osztály munkatársaként vezényelték át a Covid részlegre, ahol kiemelkedő munkával járul hozzá a koronavírusos betegek ellátásához. Emberekkel bánni úgy gondolom, hogy mindig nehéz, viszont nagyon sokat adnak, nagyon sok pluszt és nagyon sok erőt, ami segít a mindennapokban. Tóth Szilvia 25 éve dolgozik a Békés Csabai szülészetnőgyógyászati osztályon. 2019 óta ő látja el a főnővéri teendőket is. Példás munkája és emberi értékei miatt vált érdemessé az év szakdolgozója címre. Hát borzasztó nagy elismerés, és azt gondolom, hogy ez nem csak engem illet, hanem a csapatomé is ez. Úgyhogy külön köszönet főorvos úrnak, az osztályvezető főorvos úramnak, aki felterjesztett erre. Köszönet nyilván az igazgatásnak, hogy elfogadták, és méltónak találtak engem erre a díjra. Köszönöm a kollégáimnak, hogy remek csapatban dolgozhatom velük együtt, és minőségi ápolást végezhetünk az osztályunkon. Illetve köszönöm a családomnak, aki nélkül ez nem lehetséges. Hát az ápolónőség számomra azt jelenti, hogy ez nem munka, hanem hivatás. Így is próbálom végezni a mindennapjaimban a munkámat. Úgyhogy nagyon örülök és megtisztelő, hogy én kaphattam ezt a díjat. Mészáros Magdolna ápolási igazgató Kossuth Zsuzsannára utalva úgy fogalmazott. Ő a szabadságharc ideje alatt próbálta megteremteni a szervezett ápolás alapjait. A mai ápolók pedig valami hasonlót csinálnak a koronavírus járvány kitörése óta. Mintha megismétlődne a történelem. Tehát Kossuth Zsuzsanna annak idején a szabadságharc alatt próbálta megteremteni a sebesültek körül a hát úgymond a modern ápolás alapjai, tehát egy szervezett ápolást próbált létrehozni, és mi két éve valami hasonlót csinálunk, vagyis az ápolók. Mi is találkoztunk egy teljesen új dologgal, és itt látjuk, hogy hiába a magasan képzett ápolói tudás, ez a betegség annyira új, ez a pandémia, amit még most vagy ezután fognak pontosan rájönni a kutatók, az orvosok, hogy tulajdonképpen honnan is jött, mit is okoz, milyen szövődményei lehetnek, és a kezdetek kezdetén, már a második hullámban tapasztaltuk azt, hogy a tünetek ugyan tüdőgyulladás jellegűek, de mégis az ápolás, a betegek fektetése teljesen másként hatékony, mint egy sima tüdőgyulladásnál. És tulajdonképpen az is egy hasonlóság, hogy az ápolóink egyre kevesebben vannak, egyre fáradtabbak, egyre kiszámíthatatlan. Még itt
Békés megyében a mai napig, hogy meddig emelkedik a betegek száma, hogyan folytatódik, vajon visszakapjuk-e a régi életünket, visszakapja az ápolás és azt a nyugodt, kiegyensúlyozottabb munkatempót, ami két évvel ezelőtt volt. Tehát én azt hiszem, hogy a mai ápolók is ugyanolyan hősök, mint annak idején a szabadságharcban dolgozó ápolók, és mérhetetlen érdemeket kellene minden egyes ápolónak kiosztani, átadni, mert az csak az az ember tudja, aki ott van a betegek mellett, hogy mennyire nehéz úgy ápolni, hogy nem látja az ápolónő arcát, nem tudja a beteg, hogy kivel kommunikál. És hát sajnos arról meg nem beszélve, hogy bár ugye az ápolók hozzászoktak a haldoklók ellátásához, a halálhoz, de az, amikor egy fiatal bejön viszonylag jó állapotba, és másnap meghal úgy, hogy az ápoló tehetetlen, mindent megtesz a saját tudása szerint, de mégsem tud érte semmit tenni. És amikor az ápolók sírva jönnek hozzám, hogy elfáradtak, nem bírják nézni a fiatal ápoló, amikor a saját korosztályát veszíti el, vagy az idősebb ápoló, aki azt mondja, hogy a fia korosztálya, vagy éppen rokona, ismerőse sét kellett elveszíteni, tehát ehhez nem lehet hozzászokni, és amit mondok mindig, hogy ennek a lelki hatása és annak az ápolása, hogy ez hogy fog majd megtörténni, tehát azok a lelki károk, amiket most elszenvednek az ápolók, hogy ezeket majd hogy fogjuk helyrehozni. Mert ugye a háborúba is házakat fel lehet építeni, de amit ott elszenvedtek az áldozatok, azok évtizedekig tartó sérülések. És én ettől tartok, hogy ezek a poszttraumás, pszichés és lelki sérülések ezután fognak a kolléganőimnél is bekövetkezni.